Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, bocsánatot kérek a provokatív címért. Jézus és a szex, hogy lehet ilyen címet adni egy videónak? De a szexualitás és a kereszténység viszonyáról lesz szó, és szerettem volna egy kicsit provokatív, figyelemfelkeltő címet. Na mindegy, hagyjuk. Mielőtt belemennék abba, hogy Jézus mit tanított a szexről, az előtt néhány előzetes megérzést kell tennem. Egy. A házasság számunkra, a ókatolikusok számára szentség, vagyis azt jelenti, hogy egy megtörthetetlen, felbonthatatlan szentség. Ugye a, a római dogmatikában a házas felek szolgáltatják ki egymásnak a házasság szentségét, mi nálunk az egyház. A pap által szolgáltatja ki. Tehát már csak ezért is nagyon komoly szentségnek tekintjük. Na, erre később majd visszatérek, mert fontos lesz. A másik előzetes megjegyzés, hogy amikor Nagy Konstantin császár államvallássá tette a kereszténységet, akkor az egyház megyék határait a római közigazgatási határokhoz igazította, és a püspökök bíráskodási ítélkezési jogkört kaptak. És hát az a helyzet, hogy Azóta ugyan nagyot fordult a világ, és a demokratikusnak tűnő országokban is e, szétválasztják az állam és az egyház e, dolgait, de ennek ellenére az attitűd az velünk maradt. Tehát ez kicsit olyan, mint a, mint a, a 40 éves e, szocialista, vagy orosz, szovjet, bocsánat, szovjet megszállás, hogy, hogy az oroszok kivonultak, de az az elvtársi attitűd, meg, meg mechanizmus, az még mindig itt van velünk Magyarországon, és még mindig átjárja az egész társadalmunkat és a politikai életünket. Mit tanított Jézus a szexről? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És nagyon árulkodó. Hát térjünk rá akkor. Jézus a szexről. Semmit nem tanított. Egy árva szót sem mondott a szexről. Jézus a házasságot védte, mert hogy a, a, a férfi és a nő az összetartozik és egy egységet alkot. Úgy tartozik össze, mint a szilvás gombócban a szilva meg a gombóc, vagy mint keleten a jín és a jang. Tehát a férfi és a nő együtt adja ki Isten képmását. Ezért, hogyha egy férfi és egy nő úgy dönt, hogy házasságot köt, akkor egy új minőség jön létre. Nem két kis ego ö, szövetkezik valami nagy cél érdekében, ö, hanem ö, egy új minőség jön létre, egy új egység jön létre. Jézus semmit nem mondott a szexről. Mivel akkoriban, a biblikus ókorban a férfiak eléggé kicsapongó életet éltek, by the way, ma is kicsapongó életet élnek, és a zsidó férfi számára egy másik zsidó férfi feleségén kívül szabad volt ö, szexelni rabszolgával, vagy idegen nővel, mert ez az nem számított megcsalásnak, ezért csak ezt eléggé ki is használták. És ezért védte a nőket, a nők házasságban betöltött helyzetét és szerepét, és magát a házasság intézményét. De arról, hogy egy, 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 nem házas férfi meg nő mit csináljon, hát egy büdös szót nem szólt. Ja, meg mondta még azt, hogy lesznek olyanok, akik nem fognak házasodni a mennyek országáért. Tehát nem szólt egy szót se a szexről. És számomra ez, ez azért informatív, mert azt jelzi, hogy nem biztos, hogy nekünk ezzel annyit kell foglalkozni. A második előzetes megjegyzésem, mi szerint Nagy Konstantin ugye, közigazgatási jogot adott a püspököknek, azért fontos e helyt, mert arra utal, hogy az egyházi vezetők megszokták azt, hogy hogy ízig vérig beleszólnak az emberek életébe. És megmondják nekik, hogy mit szabad, és mit nem. Tehát a püspök, a pap, nagyon a lelkész, a pásztor, nagyon sokszor a, a, a hívő tényleg barikának tekinti, lábas jószágnak, akit terelgetni kell, és meg kell mondani neki, hogy ezt csináld, azt meg ne csináld, mert akkor hűha mi lesz, nem lesz jó. Bless Pascal aki egy eléggé nagy koponya volt, írt egy kis könyvecskét, ami az ókori kereszténység és az akkori kereszténység összevetéséről szól, Már elég keserű kis könyvecske, és arra panaszkodik benne ez, ez a hatalmas koponya, hogy hát rosszul képzik a keresztényeket. Hát a, a keresztény katekumenátus ö, ö, nagyon keveset ad, és úgy keresztelnek meg embereket, hogy, hogy hát, hát nem tudnak eleget a kereszténységről. Szerintem ez azóta se változott. És itt van egy fontos dolog. Mi jó katolikusok, meg főleg én azt gondolom, hogy, hogy felnőtt híveket kell képezni. Tehát nem terelni kell a, a kedves testvéreket, birkának nézve őket, hanem jól kell kiképezni őket. Tehát elégséges információt kell nekik adni, Persze, Biblia ismeretet kell nekik adni. Egy olyan értékrendet, egy olyan Jézusi gondolkodás módot kell adni nekik, és egy olyan ö, spirituális, lelki metodikát, amivel felnőtt módon tudnak döntéseket hozni az életük során. Mit jelent felnőtt kereszténynek lenni? Azt, hogy tudom vezetni a saját életemet, és felelősséget tudok vállalni a döntéseimért. Tehát kifejezetten annak a pártján állok, nem mi mondjuk meg papok, hogy te ezt csináld, vagy ne csináld, majd azt a hívő eldönti. A mi dolgunk, az, tehát mi, mi egy segítő foglalkozást űzünk, ha gond van az Isten kapcsolatban, ha elakadás történik az életben, mentál és probléma van, mit tudom én, lelki válság, akkor esetleg szólnak nekünk, jön az e-mail, vagy a telefon, vagy oda jön Mise után valaki, hogy figyelj, segíts már, mert gondban vagyok, és akkor megpróbálunk segíteni. De nem dolgunk közvetíteni. Nem nem, 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 álljuk el a, a szentét a, a hívek előtt. Legyen egészséges, élő Isten kapcsolatuk, és akkor pontosan fogják tudni, hogy mit lehet és mit nem. Innen ered az, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk nem dolgunk azzal foglalkozni, hogy a hívek mit és hogyan csinálnak a hálószobában. Mondjuk dogmatikailag is meg vagyunk támogatva, mert amíg a római egyházban a házasság célja a szaporodás, és ez ugye például lehetetlenné teszi az örömszerző testi együttlétet, és mondjuk a, a, a védekezést, az óvszer használatot, már legalábbis hivatalosan, addig nálunk ókatolikusoknál dogmatikailag a házasság célja a szeretet, a boldogság és egymás segítése. Hát ebbe beletartozik a testi örömszerzés. De bocsánat, ne, ne legyünk már ennyire kétmutatóak. Isten teremtett minket emlősöknek. Hát ő teremtette a férfit és a nőt ellentétes neműnek, hogy űzze vonza és taszítsa egymást és akkor most megint az ajtórésben áll, kezében a galata levelet lobogtatva, a kis vudubaba is be akar jönni, gyorsan rúgjuk rá az ajtót erre a kis fundamentalista vudubabára, hogy ne tudjon bejönni. Mert a szexualitással csak akkor van baj, ha az új szövetségi levélirodalmat szó szerint értelmezve fundamentalista módon azt mondjuk, hogy az üdvözül, aki lelki, tehát nem testi, és akkor üdvözül, hogyha lelki dolgokat csinál, és nem csinál testi dolgokat. Ha szembeállítjuk, szó szerint szembeállítjuk a lelket a testtel, na most ezt ne csináljuk. Mert, mert ez nem igaz. Isten teremtette az embert olyannak, amilyen. A szexualitást kriminalizálni az életellenes dolog. Ami pedig életellenes, az Isten ellenes. Tehát a kérdés az megint ahhoz, hogy persze a szex az, az jó dolog. Szabad szexelni. Igen. Hát már legalábbis nekünk, ókatolikusoknak. Az nem mindegy, hogy ki kivel, mikor, hogyan és mennyit. De nem az én dolgom papként megmondani. Legyél olyan jó keresztény, a jót azt most nem, tehát az idézőjelbe teszem, legyél olyan jó keresztény, hogy tudjál felelősséget vállalni a saját tetteidért. És akkor majd el tudod dönteni, hogy te mennyit szexelhetsz és hogyan. Hivatalosan nálunk is az az álláspont, hogy a szexualitás a házasságban lehetséges. Tehát az a házasoknak adatott. Na de hát az élet nem egészen ilyen. Nemrég házasodott a püspöki helynökünk, most már Istennek hála gyermek is van, hát ne képzeljétek el, hogy hogy előtte évekig együtt élt a, a, a párjával, a mennyasszonyával. Tehát igen, egész egyszerűen olyan a világ, hogy ma már nem lehet a nász szakán elhálni egy házasságot. Hogy, hogy is tudná egy férfi és egy nő felelősséggel tudatosan azt mondani egymásnak, hogy igen téged akarlak élet hosszig, ha nem tudja, hogy mit vesz. Tehát zsákba macskát ki akar vásárolni? Ki akarja a kockát? Mert hogy a rossz szex az tönkreteszi a házasságot. A jó szex nem menti meg, de a rossz szex az tönkreteszi a házasságot. Ezért én, és bocsánat, ez megint külön vélemény, és ezt hangsúlyozom, én azt gondolom, hogy egy férfi és egy nő között az az alapvető felállás, hogy, hogy teljes önátadás legyen, teljes önajándékozás, hogy azt a azt a házassági minőségű életegységet, a amit akarják megélni. És benne van a papli, pakliban az, hogy igen, akár élethosszig együtt maradunk, mert annyira szeretjük egymást, akkor igen, tapasztalják meg egymás testét is. Mert különben nem lehet felelősséggel azt mondani, hogy téged akarlak, síromig. Jézus nem mondott semmit a szexről, és ez informatív. Az, hogy ennyit foglalkozik a kereszténység, meg a, a papok, a lelkészek a szexel, az azért van, mert ez a Konstantini reflex, amikor még az egyház mindenbe is beleszólhatott. Én nem vagyok kíváncsi arra, hogy a, a, a híveink milyen szexuális életet élnek meg hogyan. Nem turkálunk mi a, a hívek bugyjában. Ez az ő dolguk. Viszont igyekszünk annyi információt adni nekik, és olyan értékrendet tanítani, és olyan tudást adni nekik a katekumenátusban, a prédikációkban, a lelki gyakorlatokkal, és a többi, hogy képesek legyenek saját egészséges Isten kapcsolatot ápolni, és akkor majd ők el tudják dönteni, hogy hol van a határ, mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, mi az, ami jó, és mi az, ami nem. És azt gondolom, hogy talán ez az egészséges hozzáállás. Elvégre a kereszténység az az üdvösség útja. Az az Istennel való kapcsolattartás, az örök élet, a feltámadás, a spirituális jólét útja. Ehhez mennyire tartozik hozzá a szex? Semennyire. Legyen egészséges életed, légy felnőtt keresztény, akármilyen felekezetbe tartozol, vállalj felelősséget a saját cselekedeteidért, az életedért, a szexuális életedért Isten előtt, és akkor jó eséllyel boldog is leszel. Egyébként meg nem akarunk beleszólni abba, hogy mit hogyan csinálsz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál.